Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Régió Plus Televízió térségi közéleti magazinjának 57. adásában. Mai műsorunkban beszámolót hallhatnak a Hévíz-Györki természetismereti és természetbarát táborról. Polgármesterekkel beszélgetünk az Aszódi Szakorvosi Rendelőintézet jelenlegi helyzetéről, valamint tájékoztatást adunk a Legyen az Ön Szívügye is alapítvány jelenlegi tevékenységéről. Tartsanak velünk! Ha szeptemberben fogalmazást kéne írni erről a táborról, akkor mit írnál? Hát azt, hogy nagyon sok érdekeset láttunk, nagyon sokat tanultam, sokkal közelebb kerültem a természethez. Nem lehet elmondani, hogy mi volt a legjobb, mert az egész nagyon jó volt. Voltunk egy vadászlésben, és vaddisznókat láttunk. Hány új barátot szereztél a táborban? Hát, hogy 9-10. És jó fejek? Igen, nagyon. A tábort az alsó galga mentén dolgozó vadászok találták ki. Szerettek volna egy kicsit átadni a gyerekeknek a tudásukból, és megismertetni velük azt a világot, amiért rajonganak. Sokan úgy látják, ma már vidéken sem élnek a gyerekek olyan közel a természethez, mint régen. Egyre többet ülnek a tévé és a számítógép előtt, és nem ismerik az őket körülvevő gazdag élővilágot, az állatokat, növényeket. A vadászok ezen szerettek volna változtatni. Az ötlet az gyakorlatilag úgy fogalmazódott meg, hogy a tevékenységünk eléggé úgymond ellenőrizhetetlen. És azon túlmenően, hogy egy olyan fajta kézzel fogható és a jövő nemzedéket is megszólító valamilyen ténykedés történjen, ezt láttuk a legcélszerűbbnek, hogy a fiatal érdeklődő gyerekeket megszólítjuk, és ha úgy gondolják, akkor vegyenek részt egy ilyen nyári táborozáson. A táborba 20 gyerek érkezett. És hogy mi mindennel várták őket? Annyi hasznos és érdekes programmal, hogy nehéz felsorolni. De mi azért megpróbáljuk. A gyerekeket szívesen fogadták a Tura melletti kónyatónál. A táborvezetők kissé féltek, hogy a nagy melegben nem mozdul majd a hal, de szerencséjük volt. Az ifjú horgászok igazán szép fogással térhettek haza. Jaj, de jó. A csapat 3 pontyot is fogott, és összesen vagy 30 apró halat. Fogd meg! Én fogtam egy pontyot. És nehéz volt, sokat kellett elvárni? Igen. De megérte akkor? Igen. Mielőtt hazaindultak, a táborozók megtanulták, hogyan kell kitölteni a fogási naplót. Vegyesből van 1-2 kiló. Tehát abban ugye, a vegyesnél nem kell részletezni, hogy most a vegyes az mit jelent, hogy keszeg, meg kárász, meg törpeharcsa. Vegyes, abban belefér minden. Egyéb. Itt úgy van nálunk, hogy vegyes. Hát és amort nem fogtunk, sülőt nem fogtunk, csak az kimarad, azt nem írjuk be. Aláírás, dátum. Ja? Szinte repdestek az örömtől, hogy na hát működik a dolog. Ezt tanultam, most tanultam, így tanultam, és meg lehet fogni a halat. Úgyhogy kiváló volt, mindjárt meg is ragadtuk az alkalmat, hogy azon a napon délután ezt megtisztítottuk, és akkor készítettünk egy jó halászét, ami is végül is egy olyan fajta ismeret hozzátartozik a horgászathoz, úgy, mint a vadásznak a főzés, hogy amit ha elejt, akkor megcsinálja, az egy plusz. A gyerekek egyik este kisebb csoportokban indultak a közeli vadlesekhez. Megtanulták, mire kell különösen figyelni, hogy eredményes legyen a szemlélődés. Először is maga a lesre, hogy hogyan kell felmenni, mert nem mindegy, néha van, hogy a lesnek a létrája nem a legerősebb, és akkor a szélekre kell mindig lépni, ott biztonságosabb. A másik pedig az, hogy csendbe, ugye a vadászok azok általában türelmes és nyugodt emberek, és hát muszáj csendbe viselkedni, mert különben a vad nem jön a közelbe. És hát ugye utána nézelődni kell egy kicsit, megvárni, hogy a vad kijöjjön, megfigyelni, és hát végülis ennek ez a célja ennek az oktatásnak. Milyen vadakat lehet itt látni?
Hát ezen a részen inkább őzeket, nyulakat, fálcánokat, ez inkább apróvadas része a területünknek. Távolabb vannak, ahol az erdők közelebb vannak, nagyobb erdők, ott van disznó és szarvas is, őz is, most a dám is újra megjelent, úgyhogy elég széles a paletta. A gyerekek annyira élvezték az esti programot, hogy a vadászházba visszaérve hajnalig mesélték egymásnak az élményeiket. Láttunk vaddisznókocát 4 kicsivével, akkor volt 2 őz, 1 suta és 1 bak, akkor volt még róka is, ugye nyúlat láttunk, poszok ment el előttünk az úton. A természetben a pontos tájékozódás is elengedhetetlen. Az ehhez szükséges eszközökről is tanultak a gyerekek. Az iránytű az elsősorban megmagyarázok neki, hogy az észak, kelet, dél, nyugat, hogy merre is van, hogy is lehet, ezen kívül elmagyarázok nekik, hogy iránytű nélkül hogy lehet tájékozódni. Hát ezek fontosak. A táborozóknak azt is megmutatták, hogyan segíti egy véreb a vadászatot. Közösen fektettünk le vércsapát, megmagyarázta, hogy az hogy működik, mint működik, és utána pedig egy pár óra múlva kutyával közösen kidolgoztuk, és ezt ők tudták követni. Erdei útról figyelték azt, hogy hogy dolgozik a kutya, és hát nagy taps volt, amikor a kutyus oda vezetett bennünket a csapa végén elhelyezett vaddisznó bőrhöz és fejhez, amit a vadásztársaság biztosított. A gyerekek sokféle fegyverrel megismerkedtek a táborban. Megtanulták a felépítésüket és azt, hogy hogyan kell őket biztonságosan kézbe venni. Ez egy sörétes fegyver, ugye ez egy bok elrendezésű fegyver, aminek az, hogy bokhoz mit is jelent, erről is beszéltünk, igen. Hogy a csövei egymás alatt helyezkednek el, és ezzel szemben van milyen fegyver még lapát. Sörétes? Lapát, hogy egymás mellett van, úgy van, nagyon helyes, látom, hogy jól megtanultátok a leckét. És beszéltünk még olyanról, hogy van egy csövű, de az milyen? Félautomata, igen, és Magyarországon hány lőszert szabad beletenni? Hármat. Nagyon helyes, ugye, mert ez az előírás. Az elméleti tudnivalók után azt is megnézhették, hogyan működnek a bemutatott fegyverek. A lőállást fölvesszük, kibiztosítjuk a fegyvert, és megcélozzuk a korongot. A mozgó célpontot jóval nehezebb eltalálni. De egy profi sportvadász nem ismer lehetetlent. A repülő korong nem menekülhetett. Bár ezt a mutatványt a gyerekek nem próbálhatták ki, az alapokra megtanították őket. Mivel lőttetek? Én légpuskával meg íjjal. És milyen volt, nehéz? Nem, könnyű volt. Mire kell figyelni lövésnél? Hát, hogy ugye nem szabad soha emberre tartani, meg hordozni is csak üres állapotban lehet, meg hogyha meg is van töltve, és például van vala segéd melletted, akkor is csak úgy lehet vinni, hogyha meg van törve a fegyver. Te lőttél? Igen, lőttem egy légpuskával, meg íjjal. Mit kellett eltalálni? A céltáblát, papír céltáblát. És hogy sikerült? Jól, mert pont a közepébe találtam egy szer. Sok szeretettel üdvözlöm körünkben Buza Csaba barátomat, Ilyász, már nagyon régóta, és őt kértem fel arra, hogy mutassa meg nektek a íjászat alapjait, és hát meséljen a régi szép időkről, hogy ők hogy kezdték, mint csinálták, és hát a íjak fajtáiról is majd tart nektek egy előadást. Buza Csaba az 1970-es évek végén került közelebbi kapcsolatba az íjászattal, és azonnal beleszeretett. Egyik barátjával később megalapította az első magyar terepíjász egyesületet, ami ugyan néhány éve feloszlott, de a sportot tovább űzik. Létrehoztunk egy sportágat, 90-es években magát a terepíjászatot, ami egy nagyon szép, hát mezei íjászatnak is hívjuk, mert Fildárcserit így fordítják magyarra. Az olimpián vagy nemzetközi versenyeken lehet látni a sílövészetet, meg egyebet. Megyünk egy kiépített lővonalon, egy felvonulási útvonalon, ahol különféle nehézségű lőállások vannak elhelyezve. Hát ennek meg kellett tanulni a fölépítését, meg egyáltalán lebonyolítását. Hát ez volt a dolgom többek között nekem is. Az elmúlt 100 évben az emberiség újra föltalálta az íjászatot, mondta Búza Csaba. Sok helyen mai napig is élethalál kérdését jelenti egy állatnak.
mindennapi élelem beszerzésének egyik kiváló eszköze. Modern világban ez a puskapor feltalálásával gyakorlatilag elcsökkevényesedett, és a mesterek, ha pár száz évig nem csinálnak valamit, akkor szép lassan az emberek elfelejtik, hogy van olyan dolog. Búza Csaba éppen ezért igyekszik továbbadni a következő generációnak az íjászat szeretetét. A nyilazást természetesen a táborozók is kipróbálhatták. Az igen, az egy szök tízes. Igen, gyerekek, az nagyon jó. A gyerekek nagy örömére solymászok is érkeztek a táborba. Az ősi vadászati módról, valamint a ragadozó madarak védelméről meséltek a táborozóknak. A különböző fajokat is bemutatták. A herisz, ez a koromon is látható ragadozó madár, ő egy közép-amerikai ragadozó madárfaj, nincsen magyar neve, illetve nincsen Európában megfelelője. Őt hívta Attenborough a levegő farkasainak, ugyanis ő falkába vadászik egyedülálló módon a ragadozó madarak világában. Hoztunk magunkkal egy észak-amerikai héjasast, amiből jelenleg két példány van az országban, illetve egy dolmányos varjút is hoztunk magunkkal, egy 6-7-es kis szelíd dolmányos varjú, egy 3 napos korától nevelem, most már 6-7-es, most már röpül szabadon, él otthon a ház körül, és hát a gyerekek körében mindig nagyon népszerű, igazából még népszerűbb is, mintha más ragadozó madarakat hoznánk, mert állandóan agyalgat valamint gyerekeknek, kiköti a cipőfűzőjét, oda megy játszani velük, tehát ilyen kis jópofa dolgokat csinál folyamatosan. Magyarországon ma körülbelül 50-en foglalkoznak aktívan ragadozó madarakkal. Azért ez egy olyan elfoglaltság, hogy a nap 24 órából a 30-et a ember a madarával tölt, az már úgy kezdi megközelíteni az optimális időtartamot. Tehát nem kifejezetten egy normális embernek való elfoglaltság, azt szoktuk mondani. Ez akkor működik, hogyha az ember a madarához tudja igazítani az egész életét, és hát azért ez eléggé nehezen megvalósítható egy 21. századi civilizált ember életébe. Szóval nehezen megoldható, de jobb időbeosztása azért nem lehetetlen. Próbáljuk azért ilyenkor úgy összeállítani a bemutatót, hogy a gyerekek számára ne legyen unalmas, hanem csak az érdekes részeket, ami jobban megérintheti őket, azokat kiemelni. Tehát mondjuk személyes élményeket a mi életünkből, például, hogy a 18 éves madaram a párjának tekint, együtt rakunk fészket minden tavasszal, vagy hogy a varjú eljön velem vásárolni. Ez ilyen kis történetek, ezek jobban megérintik a gyerekeket, mint hogyha ilyen tudományosan fogalmaznák meg ezt a dolgot. Hát igyekszünk minél többet átadni nekik. A legfontosabb az, hogy nagyon szeressék és tiszteljék a természetet, benne a madarakat is, hiszen nagyon fontos szerepük van ezeknek a madaraknak is az ökoszisztémában, illetve hát nagyon rájár a rúd mostanában a ragadozó madarakra, nagyon sok veszély leselkedik rájuk, és ezért nagyon fontos az ő védelmük. És ez az igazság, hogy tulajdonképpen mi solymászok, mi is nagyon keveset tudunk ezekről a madarakról, hát többet tudunk róluk, mint mondjuk egy átlagember, de igazából kevés egy élet hozzá, hogy tökéletesen megismerjük őket, de ami tudást megszereztünk, azért azt igyekszünk átadni a következő generációnak is, amennyire tőlünk telik. Irigylésre méltó volt az a gyűjtemény, amit Szendrei Ferenc hozott magával a táborba. A gyerekek sorban megcsodálták a trófeákat. Alapvetően a hazai nagyvadakat kell bemutatnom, amit a nagyvadakról tudni kell címmel fog a előadásom elhangzani. Ezen belül különös tekintettel a gímszarvasra, mint kedvenc vadamra. Nagyon pozitívnak tartom, hogy itt a Galga alsó folyásán egy ilyen tábor létrejöhetett, ugyanis nagyon-nagyon megcsappant a vadászat iránt és a természet iránt érdeklődő fiataloknak a száma, ugyanúgy, mint hogy a sportot is most már kevesen választják. Csak a számítógép, csak a technikai dolgok érdeklik őket. Nálunk is gondolom, a vadásztársaságunkban is probléma az utánpótlás nevelése, akár a vadászberkeken belül, illetve akár a környezetvédelem ügyének. A táborban minden napra jutott egy-két izgalmas előadás. A gyerekek abszolút nem unatkoztak, és annyira figyeltek, és annyira érdekeltek ezek a problémák őket, hogy én őket néztem, hogy mikor fogják megunni, és én kértem meg az új barátom kérte, hogy hagyja abba az előadó, hogy kicsit pihenjünk, mert már egy óra is eltelt, már több is, mint egy óra, és a gyerekek még mindig tudtak figyelni, és érdekelték ezek az előadások. Én nagyon meglepődtem. Az első pillanatban, akiket gondoltunk, hogy majd fognak segíteni az előadók, ugye, alternatívákat is állítottunk, hogyha esetleg nem ér rá, vagy nem, és egyáltalán nem kellett senkinek helyettest, vagy pedig második embert, azonnal első szóra jöttek. Valamennyi vadászember, lelkiismeretes vadászember, nyilván azért lettek az elsők között, úgy bekalkulálva.
mint oktatók is önként vállalva tényleg a munkájuk mellett szívesen jöttek és csinálták, és ezúton is köszönöm nekik, hogy köszönjük nekik. A gyerekek ebben a szépen berendezett vadászházban laktak. Halljuk azt, hogy egy vadásztársaság magában azért nem működik, tehát kell valami kovász, kell olyan hely, ahol le tudnak ülni a vadászok, a vadásztársak, barátok, családtagok, és hát így találtuk ki azt, hogy csináljunk egy vadászházat. A dolog úgy történt, hogy 60-ban volt egy régi ilyen fatelep vagy tüzéptelep, ahol voltak faházak ilyen, amivel árulták ott az árut. Elmentük, megnéztük, szétszedtük, és abból csináltuk meg ezt az objektumot, úgyhogy ez egy ilyen összkomfortos hely, tényleg víz, villany, gáz, minden van, és be is vált, tulajdonképpen a társaság tagjai nagy-nagy szeretettel használják, akár üzleti találkozóra és akár baráti találkozóra. A bátrabbak, köztük a lányok is, kiköltöztek az udvarra, és sátorban aludtak éjszakánként. Nagyon jó, hát nincs hideg se, meleg se, pont jó a hőmérséklet, és akkor kényelmes is, a föld is. Nem, nem féltek? Nem, jobban féltünk a szobában, mert pókok voltak. Mondják, hogy a gyerekek közül sokan vadászcsaládból érkeztek. Édesapjuk, sőt nagyapjuk is hódolt ennek a szenvedélynek. Már régen foglalkozunk ezzel, hogy azért fiatalabb generációnak is be kéne azt mutatni, mert az idő azért megy fölöttünk is, ugye? Tehát azért előbb-utóbb itt fiatalok kellenek. És azért nálunk úgy működik a vadásztársaság, hogy nem nagyon veszünk fel új embereket, hanem a családok egymás mögött, ha olyan a családnak a összeállítása, örökölhetik a vadásztársaság a tagságot. Több táborozó már most tudja, hogy vadász szeretne lenni, ha felnő. Engem nagyon érdekel, hát még annyira nem mozgok benne otthoniasan, de majd szeretnék. Azt tetszett nekem a legjobban, hogy a légpuskával a sörétes puskával lőttek, mert hogy tetszett nekem a hangja, mert hogy én is így szeretnék majd vadász lenni, és akkor így nekem is így meg kell szokni a hangokat, ugye, meg így voltak ilyen fegyveres bemutatók, hogy ilyen elmélet, és akkor ott is sokat tanultam. Ha tehetnék, akkor csak Magyarországon meg Erdélybe vadásznék. Na, az a két hely, amit nagyon szeretek. És mit szeretnél lőni? Vaddisznót, egy medvét, szarvasbikát, rókát, meg minden más egyébet. Meg a papám is nagyon nagy vadász volt, és szeretnék én is egy aranyérmes őszbakot lőni. Sokaknak kinyitjuk azt a kis ablakocskát, amin keresztül ugye megláthatnak másféle dolgokat, másféleképpen. Lehet, hogy nevelődik majd egy olyan generáció évek alatt, ami itt az Alsó-Galga mentén azt a fajta vadászati kultúrát és etikát méltó módon tudja képviselni, ami napjainkban még nyomokba, de él, de ennek az életnek, ennek a működő vadászatnak a legjobb fémjelzője, hogy van vad. Hogy mekkora élményt jelentett a gyerekeknek a természetbarát tábor, azt leginkább egy kedves kis történet bizonyítja, ami a vad megfigyelés után esett meg. Mentünk az autóhoz már a sötétbe, és ilyen érdekes, rezignált hangon mondja a kisjú, hogy köszönöm, nekem életem legnagyobb élménye idáig ez volt. Hát körülbelül ez az egy villanás talán érzékelteti a sok apró más esemény mellett, hogy mennyire megfogta őket ez a fajta életszagú tábor. A búcsú esten természetesen a bográcsozás sem maradhatott el. A finom szarvaspörköltet senki nem hagyta ki. Az estét közös zenélés és tánc zárta. Tervek szerint jövőre is megrendezik a természetvédő természetbarát tábort itt, az Alsó-Galga mentén.
Galgahivisz községe is érintett az aszódi szakorvosi rendelőintézet megmentésének ügyében. Vanó András polgármester urat kérdezem ezúttal, hogy hogyan áll mindehhez a Galgahivisz önkormányzat jelen pillanatban? Hát a Galgahivisz önkormányzat az első pillanattól kezdve az ügy mellé állt. Én úgy gondolom, hogy minden rendezvényen, amit csak a civil szervezetek és az önkormányzatok megtartottak az alapítvány részére gyűjtendő, és hogy ezeknél a rendezvényeknél mit lehet tenni, ott voltunk. Köztük voltunk mi is, akik ezt a rendezvényt megtartottuk. Nyilvánvalóan mi mellette vagyunk az STK mellett, és Sztán polgármester úr határozati javaslatára a Galgahivisz önkormányzat is beszélt arról, hogy amennyiben az önkormányzatok hozzájárulnak, és a per fő 80 forintot az STK megmentésére oda fogják adni, akkor nyilvánvalóan Galgahivisz önkormányzata is ebbe a körbe lesz, és fogja segíteni az STK-t. Hogyan állnak ehhez a dologhoz a lakosok itt Galgahivizen? Én úgy gondolom, hogy a lakosság akkor érzékeli ezt, hogy baj van, hogyha majd az STK-ban sorba kell állni, és nem biztos, hogy ellátják azokat a feladatokat, vagy azokat a vizsgálatokat, amire szüksége lenne éppen. De a galgahivisziek nagyon bíznak abban, hogy az aszódi rendelőintézet megmarad. Galgahivisz önkormányzata készül rá, hogy az aszódi rendelőintézet megmarad, ugyanis itt folyamatossá válik majd az orvosi ellátásunk, még akkor is, hogyha Jancsi doktor nyugállományba vonul, már megvan, hogy október 1-től a praxisát kivette át, és ki fog nálunk házi orvosként működni. Azon kívül azt örömmel mondhatom, hogy a gyermekorvosunk megmaradt, tehát majoros doktornő itt lesz, és készülünk arra is, hogy azokkal az épületekkel, amikben most dolgoznak pályázati úton, és úgy néz ki, hogy lehetőség nyílik arra, hogy megnyílnak ezek a kapuk, hogy egészségügyi intézményeket felújíthassunk. Mind a két egészségügyi intézményünket fel szeretnénk újítani, és külsőleg szigeteléssel, akár technikai állománnyal, tetőtérbeépítéssel és mással megcsináltatni. A rendelőintézet sorsainak támogatása nem egy új keletű dolog, már jó ideje hallunk erről különböző médiákon, csatornákon keresztül. Polgármester úr, van-e ennek végső határideje, amikor az önkormányzatoknak meg kell hozni ezt a döntést, hogy ezt az ügyet támogatják-e vagy sem? Én úgy gondolom, hogy a határidő lejárt. Tehát már most kéne lépnünk abban, hogy mi lesz a sorsa az STK-nak. Igaz, vártunk arra, hogy az aszódi járás sorsa eldőjön, most már tudjuk, hogy aszód maga járás lett. Bízunk benne, hogy központilag az egészségügyi intézmények is megoldásra találnak, és a finanszírozás olyan jellegű lesz, hogy ezen tud segíteni, de ebben az évben már ebből nem lesz semmi. Én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen itt van az utolsó 24 óra, amikor a polgármester kollégáknak össze kell ülni, és folytatva azokat a tárgyalásokat, amik már egy év óta húzódnak, hogy államtitkári szintre levelezgettünk, egyéb beszélgetéseket tartottunk, és érezzük azt, hogy az STK további működése most már veszélybe forog. Mindenféleképpen meg kéne tennünk a lépést, hogy legalább ezt az évet be tudjuk segíteni nekik, számukra azért lehetőséget biztosítsunk, és ne felejtsük el, hogy kiváló munkát végeznek ott a dolgozók, és azért a munkájuk függ attól, hogy a következő hónapokban tudnak-e működni, és nem beszélve arról, hogy az embereknek az egészségügyi állapotát, állapotfelmérését vagy éppenséggel a gyógyulását nagyon befolyásolja az, hogy ott a bizonyos technikai eszközök, vagy maguk a munkások, dolgozók, ápolók és doktorok tudnak-e olyan körülményeket biztosítani, amivel ezt lehetővé lehet tenni. Úgyhogy én úgy gondolom, nem szabad tovább húzni az időt, össze kell fognunk, és ha lehetőség és módja van rá egy önkormányzatnak, akkor a következő hónapi finanszírozásokat, ezt a bizonyos 80 vagy 40 forintot, vagy mindenki látja, hogy tulajdonképpen az ő pénztárcája hogyan áll, mennyit tud beletenni a költségvetésébe, ha csak egy picivel is, de segíteni kell a további munkát. Egy éve húzódik már a rendelőintézet sorsa. Egy éve született egy olyan kezdeményezés, a Legyen Ön is Szívügyi Alapítvány és a rendelőintézet működtetője között, ami elősegíteni azt, hogy ez a rendelőintézet fennmaradhasson. Mik történtek a múltban és mi mutat előre a jövőben, polgármester úr? Hát egy éve ezelőtt valóban elindult egy kezdeményezés. Támogatói rendezvények voltak több településen, de ezen kívül sajnos nem történt semmi. Domony község és ön, mint Domony polgármestere, hogy szeretné támogatni a rendelőintézetnek a további sorsát? Hát mi annak idején, ugye, amikor már a MedCenter, a működtető kérte azt, hogy elég nagy hiánnyal működteti ezt az intézményt, akkor a Domony községünk testülete 80 ponttel főszavazott meg azért, hogy mi így jelöljünk hozzá az intézménynek a működéséhez.
és mennyire kivitelezhető a jelenlegi gazdasági helyzetben ez a 80 forintos összeg per lakosonként? Hát keresünk a formát, hogy milyen módon tudjuk mi ezt átutalni, mert Domony község ezt a pénzt félretette, és a költségvetésében is betervezte. Én úgy gondolom, hogy tudjuk, hogy nagyon nehéz az önkéntesek a mai világban a helyzete, nehezen működnek, és ez elég sok pénzt jelent, hogyha lakosságosan veszük nagyobb településeknél, de én azt hiszem, hogy ott ugye annyival több a költségvetés, annyival több a normatíva, mint nálunk tulajdonképpen, tehát egyforma ez, egyforma nehézséget jelent minden önkormányzatnak, de még azt a formát keresik, hogy hogyan tudjuk átutalni már ezt a pénzt, mert szeretnénk, tehát én felhívtam a MedCenter vezetőjét, és kérdeztem, hogy milyen formában tudjuk mi átutalni, amit mi ezt el is tudjuk számolni, tehát le tudjuk könyvelni. Tehát végül is nekünk ez nagyon fontos, mert a Domonyi testület úgy érzi, hogy a lakossága, vagy lakosságának szüksége van arra, ugye, hogy ez az intézmény megmaradjon, fennmaradjon. És mindenben kezdünk azért, hogy mi ezt a pénzt át is utaljuk. Tehát azt hiszem, hogy a jövő hét valamelyik napján ez a pénz átutalásra kerül, akármilyen formában is. A térség életében a Domonyi testületnek a döntése mindenképpen példaértékű, de ez mennyire lehet húzóerő a többi önkormányzattal szemben? Én bízom abban, hogy minden önkormányzat, minden polgármester, minden önkormányzati képviselő szívügyének tekint és felelősséget érez a lakossága iránt, mert ugye ez az a rendelő, ami a környéket ellátja teljes mértékben. Van más megoldás is, lehet máshová is menni, de én azt hiszem, hogy a legközelebb, amit legközelebb meg lehet közelíteni, és a legjobb ellátás, vagy ellátás megtörténik, az itt van. Ugye ez egyelőre egyedülálló dolog, amit a Domonyi önkormányzat most meghozott döntést, de hogyha nem sikerül ennek társat találni önkormányzati szinten a térségben, akkor milyen problémák várhatóak a jövőben ön szerint? Hát mivel kiderült ugye most, hogy aszódi járás lett, ugye mert ez most már hivatalosan is nyilvánosságra került, hogy aszódi járás lett 11 településsel, én úgy gondolom, hogy egy járásnak minden olyan dolgot fenn kell tartani, és meg kell tartani, amilyen megvan. Tehát én azt hiszem, hogy nekünk ezt az intézményt meg kell tartanunk, meg kell tenni mindent azért, nem mi miattunk, tulajdonképpen magunk miatt, tehát nem önös érdekből, hanem a lakosság érdekében. A lakosság hogy fogadta a Domonyi testületnek a döntését? Hát tulajdonképpen ez nyilvános üléseink vannak, de ők nem tudják ezt, hogy azért az önkormányzat megtett mindent. Én azt hiszem, hogy ha egy támogatói rendezvényt csinálunk, és csináltunk, Domonyi is csinált egy ilyen rendezvényt tavasszal, és a lakosság hozzájárult akkor összeggel, mint amekkora volt, amit mi leadtunk ide az alapítványnak. Én azt hiszem, hogyha ők megtettek mindent, az önkéntesek kötelessége megtenni mindent azért, hogy a lakosság el legyen látva. Az Aszódi Szakorvosi Rendelő Intézetben vagyunk, és Blaskó Marikával beszélgetünk a Legyen Ön is Szívügye alapítványról. Marika, kérem, mutassa be egy picit az alapítványt azoknak a nézőknek, akik nem ismernék. Milyen tevékenységet folytat az alapítvány? Maga az alapítványt Bodó főorvos úr hozta létre, még tavaly áprilisban. Tagjai a mindenkori igazgatóasszony, tehát Magyar Beatrix főorvosasszony, jó magam és Mankovics Némasznyi Katalin. Az alapítványnak a célja az, hogy az itt megforduló betegeknek, tehát az Aszódi Szakorvosi Rendelőintézetbe bejött betegeknek a várakozását komfortosabbá tegyük, és a körülményeit egy picit javítsuk. Korábbi Porta magazinunkban már beszélgettünk a várható vagy tervezett fejlesztésekről az intézményben. Mik ezek? Hát az egyik legfontosabb az a mozgáskorlátozott mosdónak a kialakítása, amit már tulajdonképpen 2010-től meg kellett volna, hogy valósuljon, de nem tudtuk, mert nem volt rá fedezet. A jótékonysági rendezvényeken befolyt összegekből, illetve a felajánlott munkáknak a segítségével sikerül most megvalósítani ezt a mozgáskorlátozott mosdót, mert tavasszal elkezdődtek azok az előmunkálatok, hogy megkeressük azokat a vállalkozókat, akik hajlandóak felajánlani a segítségüket maguknak, a betegeknek. És hát most
ebben a hónapban kezdődtek el tulajdonképpen a munkálatok, és jelen pillanatban ott tartunk, hogy lebontották az előző vizes blokknak a csempéit és a szanitár termékeit, akkor bevezették ugye a vizet, a villanyt megcsinálták, kőműves munkák zajlanak most, jövő héten várjuk a burkolót, utána újból visszavárjuk szeretettel a vízszerelő urat, aki majd visszarakja a szanitár termékeket, és akkor így remélem, hogy augusztus elejére már készen lesz, és mozgáskorlátozott mosdó fogja várni a betegeinket. Kik voltak azok, akik segítettek? Buzás István mérnök úr volt a szülőatya tulajdonképpen ennek a mosdónak, ő volt az, aki megtervezte. Buzás János az, aki felajánlotta a kőműves munkákat, Bodó Gyula Kartalról a vízszerelési munkákat, Deli József Bagról a villanyszerelési munkákat, Pásztor Attila az ajtónak a megszervezésében segít, illetve 4 darab 90x90 centis nyílászárott ablakot cserélt ki a saját költségére, amiben belesegített neki Kurucz Balázs, aki az üveget adta bele, úgyhogy ez a mosdó úgy fog megvalósulni, hogy sok ember fogott össze a betegek számára. Nem csak az Aszódi Szakorvosi Rendelőintézet épületében folytak munkálatok, hanem a hozzátartozó tüdőgondozó épületében is. Melyek voltak ezek? Köszönöm, hogy feltetted ezt a kérdést, külön örülök neki, mert hangsúlyozni szeretném, hogy annak ellenére, hogy a tüdőgondozó helyileg nem egy épületben található a Szakorvosi Rendelőintézettel, ennek ellenére, ami igenis szerves részünk, ott Ikladról Madarász István polgármester úr ajánlotta fel, hogy teljesíti a lányoknak egy pár kérését. Ezek között volt az egyik, hogy a szekrényeiket zárhatóvá tegyék, ez is megtörtént. Akkor 2 darab korlátot kértek a betegek számára, mivel nagyon nehéz nekik a lépcsőzés. Ezt is sikerült megvalósítani, illetve tegnapi nap folyamán elkészült a mozgáskorlátozott rámpa is, tehát beépítették a lépcsőhöz, úgyhogy most már a mozgáskorlátozott feljárót is sikerült pótolnunk, ami tulajdonképpen egy hiány volt, és természetesen mind ezek a beruházások vagy megvalósítások, ezek mind a betegek érdekét és javát szolgálja, tehát ők azok, akik nagyszerűen tudják majd használni. Önök a Porta 57. adását látták. Köszönjük, hogy ismét velünk tartottak, várjuk Önöket a jövő héten is. Viszontlátásra! Műsorunk létrejöttét támogatta a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiatanácsa, az Árvácskás Virágbolt, a Kiscsuki Konyhai Üdülőház, a Möbelsgen Textil Kft., a Galgahévízi Bútorstúdió és a Versek Tüzép.